De akkor eltévedtünk? Eltévedtünk. Hogy lehet, hogy te még úgy is eltévedsz, hogy mindkét GPS-ben van üzemelve? Nem tudom, jogosítvány kéne. Csak azt sem tudom, hogy ilyenkor hova kell nézni, amikor fektetve van. Sziasztok, hétfő reggel van, utazunk is körösre. Szia Józsi, te is köszönöm, mert ott vagy. Hát kell figyelnem. És de én el kell vinnem egy szemüvegedet, mert kiég a recehártyán, mondod oda? Én betette kívánom, adjam oda a kormányt is. Azt ne, adod a szemüveget, és akkor a pótszemüvegedet fölveszed, jó? Március 15-i események kapcsán lemegyünk Kiskörösre. Nem voltunk még, Petőfi ott született. Tavaly volt 200 éves, ugye Petőfi. Másik jó az energia. Igen, szerintem ne kotyog bele olyan sokat. Még nem reggeliztünk, korán indultunk el. Jó lenne valamit enni, mert akkor használhatatlan vagyok a nélkül. De furcsa, hogyha az ember ott fotózza magát, hogy ez a csücsörítés, hogy nekem erre oda kell figyelni. Ez egy emberi dolog. Figyelj, ez megmaradt neked a Klárikával. Valószínűleg így van. Na most megálltunk. Na jó, menjünk be. Eljött a vágóvált pillanat. Most fogunk ajánlni. Kezd el, hát ne legyél ennyire megrettenve. Ez a baj, a magad fajta bumerekkel nem tudnak ellazolni. Most már tényleg mindjárt megérkezünk. Hol vagyunk? Ez nem Kiskörös, az a baj. Még egész végig előttünk volt ez a teherautó, nem láttam semmit. Eltévedtünk. Nagyon jó. Kecskem. Kecske, aha. Akkor újra tervezés, nem? De jó. Nem érek vissza. És még megint előttünk. Le kéne élni, nem? Először. Ne azon gondolkodjunk, nem. Hogy mikor megyünk vissza. De hogy lehet, hogy te még úgyis eltévedsz, hogy mindkét GPS-ben van üzemelve? Nem tudom, jogosítvány kéne. Sok nehézség után végül csak sikerült elérni Kiskörösre. Lent a belvárosban a múzeum előtt Petőfi papírmaséja már várt ránk egy közös fotózkodásra. Akkor a buta, nem? Talán egy kicsivel nagyobb. Hát tényleg nagyobb Petőfi, mint Iván. Na jó, menjünk be. Nos. Van a Petőfi szülőháza. Ez egy érdekes ez a szoba. A szekrény. Áll. Ez a család. Ez a család is a család. Ez a családé. A vendégkönyvbe beírok. És ez az ágy? A vezetőség az is eredeti. Verset írsz? Mondom, jó, hogy mit írtam? Hihetetlen nagyszerű ez egy számomra költőként és íróként is, hogy itt lehetek. Csodálatos élmény, mindenkinek határozottan ajánlás. Akkor most nézzük meg, hogy hogyan főzünk a Petőfi család. Tüzet raktak, ahogy mi is tüzet rakunk, hogyha főzünk. Ez ebből parázsra kitetette a edényt és elkezdett főzni, és ez csak meg ott a kémény, tehát a füst az ott ment ki. Ugye ez a keresztelő medencének a pontos másolata. Az édesapja, Petőfi édesapjának a pipája, ezzel keresztelték Petőfit. És ez 1840-ben írva. És itt be van írva. Így van, mégpedig itt. Ezt követően az igazgatónő vezetett körbe minket, majd a Petőfi Múzeumban folytattuk tovább felfedező útunkat. Bejjebb kerülve a Petőfi Múzeumba sok érdekességet találtunk, amelyben multimédiás eszközök segítségével mutatják be nekünk Petőfi Sándor arcképét és életét. Nagyon érdekes volt ez a körben forgó háromdimenziós könyv is, amely Petőfi János Vitéz című művéből mutat be részleteket. Ez mi? Kiskörösi gyerekek mondják, hogy János Vitéz, sőt rajzolták. Az emeleten pedig megtapasztalhattuk, hogy Petőfi ma is épp úgy a modern kultúra része, mint bárki más, aki nála később született. Ezek a posztmodern alkotások Petőfi karakterét dolgozzák fel különböző stílusokban. Egyik alkotás jobban tetszett, mint a másik. Iparművészeti és képzőművészeti tárgyak bizonyítják felváltva, hogy Petőfi Sándor egy igazi szupersztár. Az igazgatónő éppen arról beszél, hogy a falon látható kokárda eredeti darabja a Budapesti Nemzeti Múzeumban található. Ami nálunk van, az pedig egy úgynevezett nemes másolata az eredetinek. Az eredetit pedig a költő kedvese Szendrei Júlia varta saját kezileg. Egyébként a kokárda a nemzet egységét és összetartozását szimbolizálja. Ezen a fehérre meszelt házfalon azon csodálatos legendák, illetve ismert emberek neve szerepel, akik meglátogatták ezt a múzeumot.
Érdekes tény, hogy 1880. október 17-én maga Jókai Móra vatta fel a házat, azóta 143 éve látogatható. Itt pedig a múzeum és Petőfi szülőháza között található sétányon Józsival a különböző országok műfordítóinak a szobrait nézegetjük. Ők fordították Petőfi műveit magyar nyelvről idegen nyelvre, több mint 50 nyelvre. Illetve megnéztük a János Vitéz látogató központot is, amiben most nem tudtunk bemenni. A végén pedig a múzeum vezetőségével egy közös selfit is készítettünk. Így ért véget ez a kalandos kirándulás. Reméljük, sikerült felkelteni az érdeklődéseteket Kiskörös iránt.